Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint a Lovardában, és beszélgető társunk Sál Pál, amerre itt nézünk, mindenfele állatok vannak, elbújnak a nagy forróság elől, viszont folyamatosan megy is az öntözés, erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan is sikerül hűteni ezt a rengetegféle és fajta állatot. Itt vagyunk hátul a tó, itt van mögöttünk, tehát ott látjuk, hogy folyamatosan hűtik, nagyon jól érzik magukat a baromfék. Mit tudnak tenni azért, hogy minél hűvösebben érezzék magukat? Kezdjük sokan, üdvözlöm a kedves nézőket. Mi annak érdekében, hogy az állatoknak a komfortérzetét javítsuk ebbe a iszonyatos hőségben, a hátam mögött lévő tóban folyamatosan cseréljük a vizet, szippantóval tudjuk öntözni itt a területet, utat, legelőt, illetve az állatoknak a közvetlen élőhelyét, és ezáltal folyamatosan cserélődik a víz a tóban, és a halaknak is sokkal jobb a komfortérzete ezáltal. Amint itt látható, hogyha körbenéznek, akkor látható itt egészen a baromfitól, a szárnyasokig kezdve a juh, kecske, szarvasmarha, illetve ló, sertés, nagyon sokrétű itt a úgymond tevékenység is, és az állatok is nagyon sokak, sok fajta van, ezáltal nagyon sok a tennivaló is, nekik körülbelül 2 óránként állandóan friss víz cserére van szükség, és erre nagyon oda kell figyelni, illetve az esetleges vízzel való hűtésre a testüket néha meg szoktuk spriccelni, és ezáltal is elősegítjük azt, hogy elviselhetőbbé tesszük nekik a meleget, illetve ezt az iszonyú forróságot. Láttuk a szürke marhákat, láttuk, hogy a lovakat is locsolják, mossák lefelé, tehát azt hiszem, hogy ez mind az ő komfortérzetüket segíti. Mit tudnak még tenni azon kívül, esetleg jeget raknak ki, vagy hogy a víz esetleg nem melegedjen föl még jobban? Jeget nem teszünk ki semmiféleképpen, inkább sűrűbben odafigyelünk a fontos vízcserére, illetve az állatoknak a nagy része önitatós berendezéssel tud vizet fogyasztani, de emellé még esetleg ládába vagy egyéb másba teszünk ki nekik friss hideg vizet, amiből esetleg saját magát is tudja hűteni, illetve pancsolni. Az istállók föl vannak szerelve ventilátorokkal, ezáltal is próbáljuk a lovaknak a komfortérzetét javítani, amennyire tudjuk ebben a nagy kánikulában. És hát azt hiszem, a dagonyozó is tele van, hiszen láttuk, hogy ott vannak kint a állatok, hát ez is biztos, hogy oda kell figyelni, és lehetőséget kell nekik erre adni. Így van, hátul a dagonyázó tó mellett az még egy kialakítás alatt álló dísztó, az most jelen pillanatban a sertéseknek a hűvös vagy a dagonyázó tava, így is mondhatjuk, abban állandóan mellette van egy ásott kút, és ebből az ásott kútból állandóan folyamatosan pótoljuk a vizet, illetve hűtjük, cseréljük a vizet benne. Az ebrát is láttuk, ő is ott szépen elcsemeggézgetett ott a saját karámjában. Gondolom, hogy ő rá is figyelnek, és az összes többi olyan állatra. Itt vannak most vendégek is. Honnan érkeztek most ők? Hát ők egy jutalomtáborozás keretében tartózkodnak itt Karcagon. Tehát az ország sok pontjából mondhatnám azt is, hogy 10-15 városból érkeztek, tehát nagyon összetett az összetétel a csoportnak. Tehát mondhatnám azt, hogy Miskolc, Szolnok, Szeged, tehát az iskolákból bizonyos jutalom ellenében kapták ezt a kirándulást, amit itt tölthetnek. Egy-két mondatot azért sikerült itt az előbb elkaptunk, tehát azért van itt köztük Bérházi Gyerkőc is, aki azért lehet, hogy most látott először kacsát, vagy bármit. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy fontos, hogy megmutatni ezeknek a gyerekeknek is ezeket az állatokat. Persze, ez előfordulhat, nincs is ezen semmi szégyelnivaló, ez egy nagy öröm számunkra, hogy ilyet tudunk egyáltalán nyújtani ezeknek a gyerekeknek, vagyis hát lassan már felnőtté válnak, de talán, hogyha azt mondjuk, hogy nálunk látnak először baromfit, vagy díszkacsát, vagy bármilyen más házi állatot, akkor mi erre büszkék vagyunk és örülünk neki. Hányan dolgoznak most ilyenkor, hiszen ezért gondolom, hogy önöknél is van egy kis pihenőidő, amikor nem kell kint lenni az állatokkal, tehát folyamatos a váltás itt is. Természetesen ügyelünk a kollégáknak az állandó ásványvíz, hideg ásványvíz, tehát teljes szódagép van, tehát minden el vannak látva a kollégák, nyilván a 15 fokos különbségek, amikor vannak, tehát a plusz 25-ről gondolok a plusz 40-re, akkor nyilván fokozott óvatossággal próbálunk mindent az árnyékba, illetve a korai órákba elvégezni, hogy azért ne veszélyeztessük a munkatársaink, illetve a kollégáinknak a testi épségét, illetve az egészségét. Azt hiszem, hogy fontos, amit ön is elmondott, hogy itt a dolgozókra is vigyázzanak, hiszen nekik is a 40 fokba dolgozni kell, és hát az állatokat viszont ugyanúgy kell gondozni, ellátni, az istállókat takarítani. Ilyenkor takarmányból esetleg több fogy el? Nem, kifejezetten sokkal kevesebb, ugyanúgy, mint az embereknél, ugye az embereknek is ebben a hőségben nem igazán van étvágya, inkább sok folyadékot fogyasztanak, ugyanígy van ez az állatoknál is. Tehát semmi nem különbözteti meg az étvágyukat az emberétől, tehát úgymond ebben a hőségben ők sem éhesek. Bár mondjuk ez rajtam nem látszik, de én is inkább szomjas vagyok, mint éhes ilyen időben.
Hát itt én mondjuk arra gondoltam, hogy esetleg zöldséget, almát, bármit, ami esetleg egy kis lédús valami, ami esetleg nem szénát, szalmát kapnak, vagy abrakot kapnak, esetleg ilyet kapnak-e. Az egyébként is kiszokott nekik járni, amikor hozzájutunk, tehát akkor mindenféleképpen gondoskodunk arról, hogy ugye zöldség, illetve nagyon fontos vitaminokat, illetve karotint tartalmaznak ezek a gyümölcs, illetve zöldség, amit ön is említett az előbb, tehát ez mind-mind fontos a lovak számára, és hogyha hozzájutunk, be tudjuk szerezni, akkor minden további nélkül, hőségre vagy hidegre való tekintet nélkül adjuk ezeket a lovaknak. Reméljük, hogy mindenki jól átvészeli ezeket a következő heteket még, és rengeteg vizet fog magához venni minden állat, és arról tudunk majd beszámolni, hogy ők is átélték ezt a nyarat, és jön a szép ősz, és nagyon sokan fognak még ide önökhöz ellátogatni, és ahogy ön is mondta, itt látnak esetleg először olyan állatot, amit a bérházban nem láttak. Itt közben mellettünk egy csikós bemutató kezdődik mindjárt. Én azt kívánom, hogy éljék át önök is nagyon egészségesen ezt a nyarat. Nagyon szépen köszönjük, és ezt tudom kívánni a kedves nézőknek is.